Köszöntök mindenkit, és külön köszönöm ezeket a remek átfogó előadásokat előttem, mert tényleg így sokkal könnyebb dolgom van, mert hát nagyon jó áttekintést kaptak arról a jogi környezetről, amiben ez az ajánlás illeszkedik, az új klasszifikációs ajánlás, ami tulajdonképpen a 2002-es ORTT állásfoglalást váltotta fel, és ami ugye tartalmazta azokat a meghatározó szempontokat, amelyek alapján a műsorszámok besorolása a műsorszolgáltatók által történt. A rendelkezésre álló idő sajnos nem teszi lehetővé, hogy az ajánlás konkrét tartalmát ismertessem, ezért inkább az ajánlás kidolgozásának módjára és menetére szorítkoznék, ismertetve ezen folyamat fővállomásait és hát azokat a lényeges szempontokat, amelyek az ajánlás kidolgozásánál minket vezéreltek. A 2010 végéig hatályban lévő médiatörvény a kiskorúak védelmi célzó klasszifikációs rendszere, mint hallottuk, 5 korhatár kategóriát különböztetett meg. Ennek alapján az első kategóriába olyan műsorszámok kerültek besorolásra, amelyek megtekintése minden korosztály számára alkalmas, míg a következő kategória, a második kategória, az a 12 éven felüli nézők számára ajánlott alkotásokra vonatkozott. Az első kategória egy értelemszerűen a gyermekfejlődési szakaszainak szempontjából egy igen tág időszakot, 0-tól 12 évig terjedő életkort ölelt fel, miközben, mint ismeretes, ezen életkori határon belül a látott információ befogadási képessége folyamatosan változik. Tekintettel arra, hogy a törvény itt nem tett különbséget, a gyakorlati munkában ez azt jelentette, hogy a műsorszámban előforduló ártalmas tartalom kizárólag olyan módon jelenhetett meg, hogy azt a kisebb óvodáskorú gyermekek is képesek legyenek feldolgozni. Ebből következően kényszerűen magasabb kategóriába sorolódtak olyan gyermekműsorok is, amelyek egyébként kifejezetten a kisiskolás korosztálynak készültek, és bizonyos típusú műsorszámoknál ez fordítva is igaz volt. Tolerálhatóak voltak például azok a bőrleszerű rajzfilmek, ahol halmozott fizikai erőszak komikus formában van jelen, mint például a sokat kritizált Tom és Jerryben. Ezen problémák kiküszöbölésére többször megfogalmazásra került a javaslat, hogy a védelem hatékonyságának növelése szempontjából célszerű lenne egy köztes korhatárt beiktatni, és melynek hiányára az ORTT megbízásából végzett, már említett 2006-os országos reprezentatív közvéleménykutatás is rávilágított. A 2011. január 1-től hatályos törvény oly módon bővítette ki a korábbi kategóriarendszert, hogy a korhatár nélkül megtekinthető, valamint a 12 éven aluliak részére önálló megtekintésre nem alkalmas műsorok minősítése közé beillesztette a 6 éven aluliaknak nem ajánlott korhatárt, figyelembe véve azokat a lényeges feldolgozási, gondolkodási és érzelmi érettség terén végben menő változásokat, melyek a kisgyermekkorból az iskolás korszakaszába lépést jellemzik. Emellett a korábbi második kategória is változott, a gyakorlatban nem túl életszerűnek bizonyuló 12 éven aluliaknak nagykorú felügyelete mellett ajánlott minősítés felváltotta a 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A gyermekek tévénézési szokásai évek óta azt mutatják, hogy a szülő vagy egyéb nagykorú személy felügyelete a gyakorlatban ritkán biztosított. A 4-14 év közötti korcsoport átlagosan közel napi 2 órát néz nagykorú felügyelete nélkül tévét, így a kategóriára vonatkozó figyelmeztetés a valóságban teljesen kiüresedett. Az így létrejött kategória rendszer végeredményben jóval hatékonyabban képes elkülöníteni az életkori szakaszokat, és így a szülőknek is megbízhatóbb információkkal szolgál az adott műsorszám megfelelő befogadási feltételeiről. A minősítésnél irányadó részletes szempontokat, melyeket a törvény alapján a médiatanács ajánlásban tehet közzé, ezen új rendszernek megfelelően kellett átdolgozni, és mely egyúttal az első és a harmadik kategória tartalmi kritériumának újragondolását is jelentette. Az így felállított és most már szorosan egymásra épülő kategóriák alapvetően követnek egyfajta fejlődési élettani szakaszolást.
Ez a megközelítés lehetővé teszi mindig az adott kategória által átfogott korcsoport kognitív képességeinek és érzelmi idegrendszeri érettségének, egy szóval életkori sajátosságainak tükrében körvonalazni a megjelenített tartalmak és ábrázolásmód életkorilag feldolgozható formáját, a témák adott életkor számára ajánlható ábrázolási módját és kontextusát, illetve szükség szerint kitérni azokra is, amelyek már egy magasabb kategória megállapítását teszik szükségessé. Az új ajánlás, amely jogi kötelezettséggel nem bír, egyaránt tartalmazza a korhatár besorolásnál irányadó részletes szempontokra, valamint a minősítés formai követelményeire vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat fő elvi szempontjait. Az ajánlás kidolgozása a gyermek fejlődésének 6 éves kor környékén bekövetkező változásaiból kiindulva nemzetközi példák lényegi elemeinek figyelembevételével történt, beépítve a korábban is alkalmazott kategóriákra vonatkozóan időközben felhalmozódott ismereteket és tapasztalatokat. Itt szeretném elmondani, hogy a 2002-es klasszifikációs állásfoglalást is egy nemzetközi példákat feltáró tanulmány előzte meg, különös tekintettel akkor a francia gyakorlatra, valamint a tengeren túli angol szász megoldásokra. Időközben azonban az optikai szimbólumok alkalmazása több európai országban elterjedt, valamint a klasszifikációs rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok is hosszabb időre tekintenek vissza. Európa sokszínűségét már a kiválóan példázza az igencsak változatos korhatári kategóriák országonként eltérő rendszere, melyben nagymértékben kifejezésre jut, hogy az egyes társadalmak milyen vallási, erkölcsi és kulturális értékeket tartanak védendőnek, és milyen mértékben hány éves kortól engednek a gyermekeknek betekintést a felnőttek világába. Az új korhatár elkülönítésénél olyan országok gyakorlatát tanulmányozhattuk, amelyek az előbb említett szempontok tekintetében hazánkhoz közelebb állnak, valamint az alkalmazott kategóriák lehetőleg egybevágnak a magyar korhatárrendszerével. Szlovákia, Lengyelország és Ausztria mellett Hollandiára esett a választás, mivel ez utóbbi szisztéma szerint is átlátható, illetve különösen gyakorlatias. Az átdolgozásnál ugyancsak figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait, hiszen időközben számtalan új formátumot produkált a televíziós iparág, melyek a jogalkalmazási gyakorlatnak időről időre komoly kihívást jelentettek. Az új szórakoztató műfajokban a fikció és valóság egyre inkább elmosódni látszik, és a valósághatás hangsúlyozódása mellett egyre inkább a hétköznapi emberek és magánéleti problémák kerülnek előtérbe. Mivel a valósnak tartott tartalmak hatása igazoltan erősebb, a fiatalok különösen veszélyeztetettek az esetleges ártalmas hatásokkal szemben. Így beépítésre kerültek például a két országos kereskedelmi televízió délutáni kibeszélő sokra vonatkozó önkéntes viselkedési alapelvei, mely a nézettségi verseny hatására egyre inkább botrányos tartalmaknak, illetve eldurvult ábrázolásmódoknak igyekezett az önszabályozás eszközével gátat vetni. A klasszifikáció szempontjából meghatározó új tartalmi elemek beemelésénél lényeges támpontot jelentettek a bírósági határozatok, amelyek igencsak jelentős számban álltak rendelkezésünkre, köszönhetően annak az elterjedt gyakorlatnak, hogy a hatóság által kiszabott szankciókkal szemben rögtön bírósági felülvizsgálatot kértek a műsorszolgáltatók annak halasztó hatája miatt. Ezeknek a kérelmeknek 80-90%-a végül a hatóság pernyertességével zárult, így megfelelő visszajelzésként szolgáltak a kiskorúakra káros tartalmak megítélésénél kialakult bírói gyakorlat és a hatósági jogalkalmazás összhangját illetően. Végül az ajánlás tervezet kidolgozásának utolsó fázisában rendkívül fontos segítséget nyújtott a külső szakértőink, a pszichológia és a gyermekgyógyászat területének neves képviselői, akik amellett, hogy véleményezték, értékes javaslataikkal bővítették az elkészült anyagot. A tervezet megvitatása széleskörű szakmai és társadalmi részvétellel zajlott. A konzultáción számos családokkal, oktatással, gyermekvédelemmel, gyermekmédiával vagy ifjúság és rajzfilmkészítéssel foglalkozó szakember és szervezet képviseltette magát, az érintett piaci szereplőknek pedig a nyilvános meghallgatás keretében élhettek a lehetőséggel, hogy a hatóság elé tárják saját észrevételeiket és javaslataikat.
Az ajánlás véglegesítésére csak azután került sor, hogy az elhangzott, illetve eljutatott észrevételek a külső szakértők bevonásával alapos megfontolásra kerültek, és a szükségesnek tartott kiigazítások is megtörténtek. Ugyancsak a nyilvános meghallgatást nyújtott módot az ágazat képviselőinek, hogy megismerjék a korhatár jelzésekre vonatkozó új elképzeléseket. A piktogramokkal kapcsolatos ajánlás kidolgozása során három főbb szempont vezérelt minket. Egyrészt alkalmazkodva az új technikai környezethez olyan definíciót állt szándékunkban megalkotni, mely a jelenleg felelhető képformátumok számos variációjára alkalmazható, másrészt szerettünk volna reagálni valamilyen formában azokra a kritikákra, amik a piktogramok bevezetésénél érték ezeket a jelzéseket. Végül szerettük volna megőrizni a jelzésrendszert, mivel az általuk végzett közvéleménykutatások szerint ezt az ikonrendszert a társadalom elfogadta, alkalmazta, és nem utolsó sorban a 2004-ben hatályba lépett filmtörvény is átvette. Ami az első szempontunkat illeti, a korábbi OLTT állásfoglalás többé-kevésbé eléggé konkrétan megfogalmazta azt, hogy pontosan hova kerülhetnek a piktogramok. Abban az időben még a 4-3-as képarány volt a jellemző és az ehhez tartozó felbontás. Időközben azonban elterjedtek a 16-9-es kijelzők, és egyes tévécsatornák is ebben a képarányban készítik el a műsorszámokat, és meghatározóvá váltak ezek a kínálatukban is. 2008-ban elindultak az üzemszerű HD-sugárzású csatornák, amely szabvány jelentősen nagyobb képponttal rendelkezik az előbb említettnél. Ráadásul az új digitális műsorterjesztési technológiák térnyerésének következtében azzal is számolni kellett, hogy a digitális kábel TV és műholdas rendszerek esetén maguk a vevődekóderek egy jelentős része is levág a képtartalomból, így könnyen előfordulhat, hogy a korhatárjelölés csak félig vagy egyáltalán nem látható. Ezen problémák kiküszöbölésére az eddigi fix rasteren belüli fix pozíció helyett bevezettük a relatív arányosítást, amely azt jelenti, hogy a függőleges képmérethez történik a karika elhelyezésének és méretének meghatározása. Annak érdekében, hogy a képarányváltások miatt megjelenő fekete sávra lehetőleg ne kerüljön piktogram, az elhelyezésnél a mindenkori hasznos képterületet vettük alapul. A horizontális pozíció definiálásánál pedig figyelembe vettük a dekoderek képtartalom levágását is. És négy állóképet mutatnék, a hasznos képterület és a piktogram képen belüli elhelyezésének szemléltetéséhez a különböző képarány kombinációkban ez így néz ki. A korábbi ikonokkal kapcsolatban legfőképpen megfogalmazott kritikaként ért minket, hogy zavaróak, rontják a kép élvezhetőségét, illetve túlságosan nagyok. Ezt megpróbáltuk oly módon megoldani, hogy a javasolt ikonokat a korábbiak kétharmadára csökkentettük, és a körgyűrű vastagságát is egységesítettük. A korábbi 16-os karika esetében alkalmazott vastagabb körgyűrű nem jelentett különösebb plusz információt a nézőnek, ellenben ha megőriztük volna az eredeti körvastagságot, nem lehetett volna a csökkentést végrehajtani, hiszen nem lehetett volna már olvasni a számot. A hat éves korhatárjelzés maguktól ilyen vastagsággal kezdték el alkalmazni a nagyobb műsorszolgáltatók, így abból indulhattunk ki, hogy számukra is ez a megoldás tűnt elfogadhatónak. Ezeken a képeken a múltbéli és a mostani méret látható a jobb összehasonlíthatóság kedvéért és a 16-os karikának a körgyűrű vastagságának a méretének a csökkentését is figyelembe lehet követni. A törvény által meghatározott kategóriákhoz rendelt ikonok mellett egy régebbi elképzelés is bekerült az ajánlásba, miután a társadalmi szervezetekkel történt konzultáció során erre igény mutatkozott. Ez a pozitív jelölés szükségessége, azaz, hogy a gyermekek olyan tartalmakkal találkozzanak, amelyek kifejezetten az ő befogadói szintjüknek szólnak, illetve személyiségfejlődésükre pozitív hatást gyakorolnak. Véleményünk szerint ez a kérdéskör legalább annyira fontos, mint a kiskorúak megóvása a káros médiatartalmaktól, és bizonyítja ezt, hogy erre, mint a már hallottunk róla, a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezmény, mint a hazai gyermekvédelmi törvény is külön kitér. Az ide vonatkozó passzusokat nem olvasnám fel, a fián látható.
Bár a törvény nem írja elő kifejezetten a gyermekeknek szóló műsorszámok piktogrammal való megkülönböztetését, a média szolgáltatónak módjában áll az első kategóriás műsorszámok közül azokat, amelyek kifejezetten az óvodáskorú gyermekeknek készülnek, egy úgynevezett gyermekbarát piktogrammal azonosítani. Ezzel a műsorszolgáltató jelentős többletinformációhoz juttathatja a szülőket, nevelőket a kisebbek számára megfelelő műsorok kiválasztásában. A gyermekbarát tartalmak védjegyének kiválasztásánál a médiatanács úgy döntött, hogy kikéri a tévénézők véleményét, hogy a három lehetséges jelölés közül mely ikont szeretnék a tévéképernyőjén viszont látni. A szavazás a Média Tanács blogján zajlott, és a legtöbb voks végül a kisfiút ábrázoló figurára érkezett. A pozitív minősítés lehetősége az egyik országos kereskedelmi csatornánál kedvező fogadtatásra talált, legalábbis erre val, hogy a hétvégi gyermek sávjában rendszeresen alkalmazza a megkülönböztető védjegyet. Azt is nyugodtan kijelenthetem, hogy a kisebb méretű piktogramok használata sem jelentett a műsorszolgáltatóknak gondot. Egy szeptemberi mintavételi nap folyamán mindössze két adónál láthattuk viszont a régebbi nagyméretű ikonokat, a többség átállt az új ikonokra. Végül a klasszifikációs ajánlás egésze tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy nem egy lezárt dokumentumról van szó, sőt a gyakorlati munka megköveteli a besorolás szempontjainak folyamatos felülvizsgálatát, esetleg módosítását vagy pontosítását, amennyiben erre jelentős társadalmi vagy szakmai igény jelentkezik. A klasszifikációs rendszer hatékonysága egyrészt azon múlik, hogy a tartalomszolgáltatók megbízhatóan és koherens módon sorolják-e be a média tartalmakat, de legalább olyan jelentőséggel bír, hogy a felnőttek miként élnek, a jelzésrendszer nyújtotta lehetőségekkel a gyermekek számára megfelelő programok kiválasztásában. Köszönöm az érdeklődést! Kérdések hallgatók is!